Gyerünk már! Gyerünk! Gyerünk, hol van már? Ó, gyerünk, ez haszontalan! Lehet, hogy rendetlen Gerald azt hiszi, hogy halott vagyok. Nyugodj le, rendetlen Gerald egyáltalán nem gondolkodik. Haverok, voltatok valaha falun? Akkor lájkoljátok a videót, hadd lássuk, hogy hányan vagyunk igazi vörös nyakúak. Menő! Mi a fene? Szóval, kisgyerekek, el fogtok bújni a mama szoknyája alá. Ha-ha-ha. Mi kisgyerekek vagyunk? Mama! Ti babák vagytok. Tessék, segítsetek kis szélhámosoknak. Esélytelen! Nem adunk nekik semmit! Vegyetek, vegyetek! Szolgáljátok ki magatokat! Csak ne adjatok meg mindent! Ah! Nézd csak, emberek! Végre! Nézd, hozzák az ajándékot! Gyerünk, kicsi! Kapd el repülés közben, hogy ne essen a szemedbe! Ó, nyami! Hát mit szeretnétek? Szeretném tudni, hogy hol a víz! A mamám tehenei a folyó vízében fürödnek. Nem tudom, hogy ma is el kell levinnem őket, vagy túl hideg a víz. Ott láttuk a mamádat buvárkodni a tehenekkel. Tudja, hogy mennyire hideg a víz. Vicces vagy, vagy magadnak ásod a lyukat? Halálra fagyott a folyóban. Nézd, még most is remeg. Hát nem látod? Te vagy az! Te vagy! Ezt nem fogjuk ennyibe hagyni! Ej, nem fogok sokáig, kicsike! Később, Dali! Szóval így, ezek az ördögök, láttam, ahogy megmutattátok nekik, elfutottak a nagy lágyukkal kezükbe. Így van, köszi így mama. Van, köszi mama. Azt, mint fiatal koromban, így kínoztam a nagyapátokat is, a mai napig, amikor meglátnak, akkor követ dobálnak. Mama, most bosszút fognak állni. Megérdemelten. Hát, ti maradjatok otthon velem. Otthon mindig van valami számotokra. A libák nincsenek megfejve. A cicáknak a székrekedése van. Gyerünk, gyerünk, induljatok, én pedig megyek a tablettámért. Ha még el nem felejtem. A libák nincsenek megfejve? Tényleg lehet? Oké, álcáznunk kell magunkat, hogy mozogjunk a faluban. Ez olyan, mintha állarcot viselnénk. Elvehetnénk egy villát az önvédelemre. Ez lenne a béter, ha az enyém nem válna be. Utánozni fogjuk a helyieket. Mamának voltak mindenféle rongyai a padláson. Úgy nézel ki, mint egy helyi csöves. A te hajad pedig gyönyörű. Ó, ez falusi stílus. Megijöttetek lopni? Nem, Nagyi, nem. Mi vagyunk azok az unokáid. Fantasztikus, rossz és szép. Nekem nincsenek unokáim. Mama, te nem vetted be a tablettáid? Mit mondjátok, hogy beteg vagy? Te kis derékves. Megkapod a magadat? Ne, hall minket végén. Megmutatom én nektek. Utól foglak érni? Azt a fúss!
Miért nem vállod el soha? Mit teszik ez? Anya azt mondta, hogy a mama maratont futott, még nem ment nyugdíjba. Azt a nézd! Jaj, ne! Tedd azt, amit én! Fuss! Fuss! Utás! Fussatok! Menj, menjünk! Menekülés! Elkaplak én titeket, ti ocsmányok! Siessetek utolér minket! Istenem, minden pillanatban lefiahat. Úgy látszik, megállt. Micsoda verseny. Ja, menő kergetőzés. Jó, valósiak vagytok, nem láttalak benneteket. A mező túloldalán laktok. Igen, faluról vagyunk. A hegyen. A folyó mellett. A hegyen, a folyó mellett, ami áthalad a hegyen, igen. Minden esetre nagyon messze, nem ismeritek a helyet. Hogy ne tudnánk. Ó, az pontosan az, hát... Butaságfalva! Pontosan, butaságfalva! Buta, mi falunk? Ó, igen, egész életünkben butaságfalván éltünk. Hát eldöntöttük, hogy világot járunk, és hogy megnézzük a többi falut. Szegény emberek, és ráfutattatok erre a bolond mamára. Vigyázzatok, nem engedi senkinek, hogy kihúzza magát. Igen, egyszer nekem jött egy vasvillába. Emlékeztek, amikor... De emlékeztek, amikor az ő tehenet, tudjátok? Ó, mutatok nektek egy menő játékot! Gyerünk, versenyezünk picajokkal! Elsőként kínáltam volna a játékomat! Jobb a labdás játék! Milyen picajok, kint nyírkos az idő! Nyugodj le! Most hogy szabadulunk meg tőlük? Megtartunk egy menő versenyt a picajainkon! Innen sosem fogunk élve kijutni, az a lány folyton néz rád és sejt valamit. Szerintem tudják. Jobban a bicajok. Jól van, Na, elmagyarázom a szabályokat. Furcsák ezek a butaságfalviak. Valami összezavar. Igen, úgy hangzanak, mint azok a gyerekek a városból. Hé, játszunk vagy nem? Igen, jövünk. Minden esetre menjetek oda, ott majd dobni fogják a labdát nektek. Oké, csekkoljuk le. Hey, vendégek, butaság falváról. Van egy tervem, még jobb. Loptatok almát a faluban? Igen, 100-szor. Ha nem loptok, nem vagytok falusiak. Jaj, ne. Mi? Van valami bajod ezzel? Ezek az almák nagyon jók. Igen, elveszek még magamnak. Mit csinálunk most? El kell lopnunk őket. Mi más? Akkor majd visszaadjuk a nagyinak. Ez remek ötlet. Szóval felmásztok az almafára. Ki a legbátrabb? Az igazi tolvajok semmitől sem félnek. Igen. Menő. Korábban sose volt ennyi almám. Oké, tömjük őket a zsebekbe. Igen, siessünk, még nem lát minket. Gyerünk! Gyerünk, menjünk. Na, menjünk. Gyorsan, gyerünk. Mit csináltok már? Gyerünk, gyorsan. Gyerünk. Menjünk! Ne, kérem. Engedjétek el, jó fej. Kérlek, bocsássátok meg nekünk. Mama! Mama, engedd el! A mi hibánk, csak összeszerettünk volna barátkozni az itteniekkel. Inkább büntess meg minket, de őket engedd el! Vissza akartuk adni az összes almát, tényleg! Micsoda fordulat!
Pedig ez egy szép napnak indult. Igen, nem minden nap jön velünk Santa Barbara. De ti sem vagytok olyan rosszak. Igen, ti valahogy... Ti sem vagytok rosszak. Egy lazulj el már. Három. Hoj, de vicces. Gyerünk. Nevetséges. Gyerünk. Láttuk a mamát. Jó. Ez baj. Gyerünk, gyerünk, mányjuk csak, és akkor... És... Nem. Ellenőrizzük. Tudjátok, vendégek a fű...